gondoljon bele mindenki abba, hogy 30 évvel ezelőtt milyen fajta hős képeket mutattak a férfiaknak. A kommandót azért mutatom, mert ez egy tökéletes példa, ahol Arnold Schwarzenegger egy, egy titkos ügynök volt, speciális alakulatban szolgált, fátvág, egyedül él a lányával, nevel is, stb. Míg ezek meg gyerekek, akik rohangálnak, mint pókember. És meg kell értenie mindenkinek azt, hogy ez nem úgy van, hogy ez csak egy egyszerű film, és aztán lépjünk tovább rajta, aztán elmúlik, az kész. A gyerekeknek az elméjében ez megmarad, hogy olyan akar lenni, mint amilyen, amilyen példát lát maga előtt. És a baj az, hogy a férfi oly sokszor nincs már a házasságban, hisz egyedül neveli a nő azt, vagy a nő nincs benne, de általában a férfi. Szüksége van a gyereknek egy... Példaképre, akit követhet, és ezek lesznek azok, ezért olyanok a férfiak ma, amilyenek, különösen a gyerekek, mert ezt látják, hogy egy férfi ilyen.